Várjá. Let's go baby to the party. Oké, megy. Ez egy szürreális év volt, én azt mondom nektek. Ez egy kurva jó kezdés, nem? Nagyon. Ahogy a megcsináltatod, így bejöttem. Ez egy szürreális év volt, hogy mondom nektek, letettem a seggemet. Eminem Ed Sheeran-nel csinál közös zenét. Mi itt vagyunk a stúdióban. I'm back bitches, én annyit mondanék. Megjött a puci, megjött a puci. Sziasztok, kutyukutyuk! Szürreális ó. Visszajöttem túlságosan kipihenve a családi hepajból, nagyjából 35 emberrel találkoztam, akiket nem ismerek, mégis a rokonaim, úgyhogy kiderült, hogy népesebb a család, mint amire én számítottam. Na, karácsonyi emlékek, mire gondoltunk ki, karácsonyi különkiadás nincs, mert faszki van, hogy mi arra gondoltunk a Bobival, hogy akkor fogunk különkiadást csinálni, amikor senki nem számít rá. Az mitől különkiadás, hogy tudod előre, hogy ünnep van, akkor jön a különkiadás. Majd egyszer február 13-án, lehet, hogy az pont Valentin nap, de nem akkor lesz különkiadás, hanem március 15-án, az szintén egy ünnepnap, hanem akkor április 23-án lesz egy különkiadás, és számíthattok rá, hogy nagyon adni fogja a legjobb különkiadás ezt a világon. Láttam dolgokat az interneten, nem? Semmi nincs most. Az előző 1-2 hét az különkiadás hét volt. Láttam kihívásokat az interneten, rengeteg kihívást. Nagyjából az egész 2017-es év a kihívásokról szól, és le kell szögezni, hogy van amelyiknek van értelme. Itt alapjáraton azzal van a probléma, hogy folyamatosan a külföldieket majmoljuk mindenféle kihívásban. Egy hétig utánoztam Ariana Grande Instagramját, hú, mekkora kihívás, hogy megcsatoljon a hú, apukám megmutatta, milyen, amikor nagylányjá válok. Kihívások a YouTube-on vannak, rengeteg. Nagyjából azzal egy vonalban, nagyjából párhuzamban lehet tenni ezeket a kihívás videókat a kreativitás teljesen hanyagolásával, teljes elvesztésével. Nem mondjuk, hogy mindegyik külföldi kihívás rossz, mert vannak jók. Viszont akkor itt térjünk rá arra, hogy forradalmasítjuk a dolgokat, mint Szecsó az új betéletedünk műsorában a YouTube-ot. Dobálozok ezekkel a metaforákkal, meg hasonlatokkal, nagyon jó vagyok. Én túlzásnak hívnám. Én szarnak. Kitaláltuk, hogy mi nem kihívásnak fogjuk hívni a kihívásokat, mert ha belegondolunk, akkor egy gazdák, hogy okosan partit sem hívtatok vasárnap este kihívásnak a családdal, hogy gyertek, csináljuk meg ezt az új, legyen ön is milliómos kihívás, vagy operációs játék kihívás, nem, bazd meg. Ne kerülgessük a forrókását, én azt mondom, vágjunk bele a lecsóba, hívjuk innentől a kihívásokat játékoknak. Mert semmi más, csak játékok. Nem kihívások. Ezek játékok, vetélkedők, hogy mondják ki, mit tudom én, fordítva egy mondatot, vagy próbálj meg nem nevetni, ezek nem kihívás, ez csak játék. Egy olyan játék, mint amikor üvegeztek. És a végén meg már egy kicsit elmentek egy erotikusabb irányba általában. Arra gondoltunk, hogy ezt az évet már lezárnánk egy kicsit lájkiban. Nem mennénk bele olyan témákba, mint a Szabi Estes, a Dazisos, vagy nem kezdenénk bele újabb tényfeltáró kis videókba, meg reakciókba, hanem játszunk egy nagyot. Az élet egy játék, pozitivitás, valaki van. Évvégi különkiadás. Évvégi különkiadás. Játszunk egyet. Nálunk az a különkiadás, ami másoknál mindennapos videó. Most is egy ilyet csinálunk, Bobit megkérném, hogy... És ladies and gentlemen, a szülőti show szekundum házigazdája, egyben vágója, mindenese, mondani polihisztora, és közben meg profi jégkorcsolyázó is, és műjégtáncos, hogyha van olyan, striptease táncos, és Bobek Fett! Oh. Annyira jó van! A 25. estét, ez egy utalás. 25. estét, tudod, hol töltöttem? Autóban ülve. Csacsa Attilával? Én azt hittem arra utalt. Az, de, nem, az én utalásom. Ismertessük. Ja igen, nem mondtuk, most megcsökkeni. Ja igen, megcsinálunk egy kihív. Játékot. Mi nem kötjük az ebet a karóhoz, mondhatni, ugyanis még nem vettük meg a patronos mikrofont, meg az támogatásokból, de lesz. Ünnepek vannak. Igen, nem tudom, nem, sokat zabáltunk. Szex, szerelem. Szex, házasság, halál.
Várj, ezt kezdjük még egyszer. Nem tudunk egyszer normális videót csinálni. Most attól sima, átlag vlog videósok vagyunk. Úristen, most jó, akkor egyszerre kell köszönni. Oké, várj, kezdjük el. És akkor jön a első játék videónk. És ez nem paródia lesz. Mármint, hogy de, nem tudom. Ez külön, ez csak úgy van. Csak gyere. Kicsi. Én a képet nézem, így felé. Jó, oké. Na, mert akkor egyszerre köszönjük. 3, 2, sziasztok. Sziasztok. Ez a szex, házasság, halál. 2, 1. Sziasztok! Mi vagyunk a Skacceriánusok. Nem egyedül csinálom meg ezt a kihívást. Nem bizony. Itt van velem Marci. Sziasztok! Én sem egyedül vagyok, ugyanis itt van velem Bobby. Iratkozzatok fel a csatornára! Csak viccelek! Csak viccelünk, hogy előre elmondjuk, de ezért kurvára iratkozva, és kitesszük a linket is mindenhova. A játék lényege, az, hogy mondunk egymásnak Marcival 3 lányt, nőt, és el kell dönteni, hogy kivel lépne házasságba, kivel csak egy éjszakás kalandba. Egy kis huncika, egy huncut. És ki az, akit eltávolítana a listából, akit így ledegradál, vagy így kizár, diszkreditál. De arra gondoltam, hogy nekünk lehetne az a kihívás neve, hogy szex, házasság, prács! Igen, mert a prács, az akkor this is the end, game over, nincsen több életed, a prács jön, akkor te mész. Akkor vége. Akkor ennyi volt a játék, nem megy. Prács! Igen. Most takarodják ki. A prácsot nem mondatja mindenki, főleg nem ilyen kicsi nyuszik, mint te. Szóval, hogy a megbeszél, nem én találtam ki, hogy akinek így a nevét mondjuk, az jelentkezzen nálunk, mert ezt komolyan gondoljuk. Komolyan gondoljuk, és szeretnénk lefeküdni azokkal, akiket beleválogattuk. Szóval szex, mi a lényeg a kihívás? Nem mondtuk el, ja de? Igen, azt hittem van valami más lényeges. Nem, ennyi. Írjatok, megtaláltok Facebookon, Messengeren egy emojit küldjetek, és akkor mi vesszük a nyelvet. Emoji. Csével. Az első... Nem bok retardát, nem bok. És nem a partnercégünk sem közös. És nem a partnercégünk mondta, hogy neked csináljuk meg ezt a kihívást, mert sok nézettsége lenne. Kitalált az első, csak kitalált személyek. Benne van Annie a Rick and Morty-ból, Wonder Woman a Wonder Woman-ből, és a Porba regényből mi a válasz? Meg nálam a házasság az a Wonder Woman. Igen? Kemény csaj, feminista. Aha, ő lenne főnök otthon. Igen, viszont mennyi mindent tudhat? Amit a többi nem tudna nekem megadni. Figyelj, az a baj, hogy a pogyvaregényben túladagolja magát. Tehát ez lehet, hogy nem először történt meg vele. Én azt mondom, hogy aha, viszont ott van a férje a pogyvaregényben. De itt nincs férje. Itt a te válaszol, nincs ott a válasz. Nincs ott a válasz. Jó, akkor viszont én azt mondom, hogy ő szexbe azért... Nem, visszacsinálom, a ponyvaregényes csaj lenne a házasság, aha, mert ő alapból a filmben is házasságban él, és azt tudhatjuk meg, hogy nem egy rossz feleség. Mindenki azt mondja, nyilván akkor nem egy rossz feleség, közben meg kurva jó szóval. Tehát szerintem többször is. Ez napi szinten leszoknám. Én a Rick és Morty csajt iktatnám ki, mert nem tudom, nekem az a hentai meg ilyenek nem nagyon ember. Nem tudok annyira azonosulni az animációs szereplőkkel. Úgyhogy én őt kiiktatnám érzelemmentesen. Pont ki? Pratcholnám. Hashtag Pratcs. Jó. Pratcs! És akkor a Wonder Woman egy szex erején. Mert azért ez kemény lehet. Tehát mi van akkor, hogyha vaspinája van? Ott van-e vége a dolgoknak? Igen. Ki lehet egyáltalán elégíteni? Vagy lehet, hogy egyszer csak dühébe így rád támad, hogy most vagy mi van akkor, hogy ő azt hiszi, hogy csak lovagolja a farkamat, de közben már régen törte. Már a belemben van benne. Itt lesz átfedés a kettő között, nem tudom, miért jutott nekem is eszembe, viszont teljesen más a koncepció. Mi a koncepció? Támatika. Na nézzük, az első nálam csak egy bemelegítő kör. Polda. Igen. Polda az Annak pisancsából. Igen. Nem tudom, hogy valakinek ismerőse, tudod, ott volt a Molnár, Krisztiános. Igen. Jennifer Lawrence. Igen. És a Wonder Woman. Hát te egyből bekezdtél. Hát én behet, de nekem ennél csak durvábbak jönnek. Paula, Jennifer Lawrence és Wonder Woman. A Pratt-t ezt könnyű előni, és el is mondom miért. A Pratt-t nem más kapja, mint Jennifer Lawrence. Pratt!
Még úgy is, hogy kikerültek a mesztelen képeim? Nem, hogy úgy is, pont ezért. De ott már láttam mindent. Nem, vizuálisan kielégítettem. De én még jobban megkívántam a képek után. Hát az biztos, hogy nem kéne ezt. Nem egyszer élvezkedtem Jennifer Lawrence képeire. Tényleg, a Jennifer Lawrence jó lenne, mint házasság, mert vele tényleg szabadon lehetne élni, és úgy amúgy vadul, de mégis azt mondom, hogy őt már vizuálisan láttam, az nekem egy kicsit kikapcsolta a fejembe. Olyan házasság, én annyira nem, őt inkább maradna csak így a kis kalandozás. Kiskorú egy kicsit. Na hány éves? Hány éves? Nem tudom. Szerinted elmúlt 18, én nem tudom. Nem. Igazából leszorom. Gal Gadot, milyen nő? Hát kész élet nő lenne melletted a kész életedben. Nem, egy papucs lennél. Nem tudsz olyan csinálni, ami elég jó nélkül. Gal Gadot, én papucs lennék. De lennél a papucs? Na, az a csaj, akinél lennél a papucs. Ő a világ leggyönyörűbb. Ha kimondod azt, hogy élet nő, megjelenik a Gal Gadot előtted. Második kör. Nagyon klisé. Barbie. Minden videóban be kell tenni, mindenhol ott van Barbie. A Paloma, aki ugye már segített a trailerbe, ami a Spátozás című filmben, és a Kovács Dóri, ugye, aki ott volt a RTL-ben. Én is emlékszem, szóval Kocka Paloma, Kovács Dóra, Palvin Barbie. Igen. Na nézzük akkor. Melyik a rosszabb a Palománál, hogyha prattyolom, vagy hogyha megdugom? Én azt mondom, hogy nekem, mert nem az esetem, Kovács Dóri pratty. Erős, de tény. Erős, én így van. Amúgy én megértelek. Ezzel tudom. Nem tudom, figyelj, van férje. Azt tudom. Tudom, hogy most... Van férje. Olyan szakmája van, amit így nem feltétlen preferálok. Nem biztos... DJ és a műsorvezetés? DJ. Szóri a DJ, persze, hagyjuk már, én meg szakszofonoztam. Na jó, nálam a Paloma a BOOM SHAKALAKA! Tehát őt meg nem tudom, ő is fiatal a házassághoz még. Viszont ettől függetlenül ne, öntsünk tiszta vizet a pohárba. Ne köntört falazzunk, én azt mondom, megbuknám. Ha lenne rá lehetőségem, és itt most üzenek a barátjának is, hogy ez nem egy... Ez csak egy kihív, játék. Ez csak egy játék, tehát ezt így gondolom alapból, hogy ha lenne rá lehetőségem, akkor nem vetném el, nem vetném meg az ötletet. Ezt minél jobban mondod, annál kell lehetne, nem lesz. És hát valamiből összeházasodik. Igen, mert ő egyre... Azt mondtam, hogy élőben nem annyira eszes. Én is ezt hallottam. Hallottam emberektől, de nem kell nekem, hogy az legyen. Ne legyen. De én szerintem ő lenne a főnök. Ő is azt szeretné. Én szerintem leszarnám. Meg nem lenne rossz, hogy mindenkinek mutogatja magát? Idegen emberek ott alapozódzák le a fosziát. Az lenne, hogy mi bikini vonal, ilyenek. Valamint Barbie olyan házasságom lenne, ahol mind a ketten megcsökk egymást folyamatosan, de nem érdekel senkit. Mert mindig hazamegyünk egymáshoz, és boldogok vagyunk. Na, meg így igazából nem érdeklődünk a másik élete iránt, ugye én azért nem akarok róla tudni, mert tudom, hogy mindenki folyamatosan nézi, ezért próbálom ignorálni, meg csak alapból lesz arra, hogy én mit csinálok. Micsoda házasság! Találj a csoport, készülj föl! Na! Panni az Ina és Panniból, Kovács Dóri a Kovács Dóriból, a reggeliből, nem tudom mondani, és most figyelj a harmadikat, be fog szarni. Ez is itt a halál csoport, Shield Divi. Itt valaki megszívja, de hogyha nem Shield Divit pratyolod, akkor összeházasodnál vele? Azt mondtad, hogy Panni. Ő nem a Panni. Ja, Lina! Olyan dilemmában voltam, hogy melyik, azt hittem a másik a Dino. Pandi, Kovács, Dóri, Dóra, én Dórizom, és most is pratyultam már, lehet, hogy nem vagyok el jobba, viszont én dobálom a pratyukat, get. Igen, de így. Meg az már kicsit overmér, nem? Az már, de most Granny, nem? Azok után, amikkel együtt keresztül mentünk, pratyolnál Ildidit. Igen, az a baj, lelkiismeret. Ezért tettem bele, hogy kicsit lelkileg zsaroljon. Tudod, hogy a lelkem az ilyen szempontból milyen. Mert tudom, hogy van kötődésünk hozzá. Igen. Ez nehéz döntés lesz, igen. A show miatt ekkor remélyed üdít?
De csak a csó miatt. Na, amúgy, de szívi a kérdés. Gondolod, hogy ez a kérdés felteszed valahol. Ki jön a szádon ilyen mondat? A csó miatt megkúrja, védi mit? Az, anyám vibrátor el van mostan fogad, ehhez képest semmi. A csó miatt megkúrja, védi. Mi ez a kihívás? A lényeg az, hogy akármennyire is Érdi ide harmadik nagymamaként, gondolod, szóval egy enyhe práttyal töröljük ki, nem tudtál bevezetni, sajnos. Azért próbáltak meggyőzni, hogy ne práttyoldik. Innentől könnyű szóval a dolog, a Kovács Dúli egy remek kaland lenne, szerintem egy életre szóló élmény. Üzenet. Igen. Szerkesztőknek. És hát Panni. Ki Nina? Hát, de kicsi, hát a Panni, hát ő a nagy ház, fehér kerítés, fehér fátyol, egy-két gyerek, sok érzelem, élet, örök élet, sok alkotás lenne. Panni, a művészetnek alkotnánk, csak annak. Youtuberek, lányok. De izgi. Maris. Itt van velünk, Falu Anna. Viszkop Fruzsi és a Molnár Emma. Bazd meg. Jó, nekem, én megvan, meg vagyok. Ez nekem azt hittem nehezebb, de ez de kurvára nem, mert tudom. Falu Anna, szerintem nem jó az ágyban. Nem tudom, nem tapasztalat, én úgy érzem videói alapján, van, hogy el tudjuk, igen, el tudja az emberi dönteni. Nekem az, úgyhogy nálam Falu Anna a práty. Viszkop Fruzsival kapcsolatban az az érzésem, hogy túl jó lenne hozzám. Úgyhogy nem lenne szívem összeállásodni vele. Mert az lenne az érzésem, hogy megállapodik, tehát hogy ő csak neki ez jó, oké, elfogadja a tényt, hogy együtt vagyunk, de amúgy nézzek, most például államvizsgája van, diplomája, túl jó hozzám egyszerűen. Leszarom, ha megállapodna vele a Viszkop Fruzsi, hogy lenne a házasság. Mégis? Aha, fodolna a praty, és Molnár Emma a egy éjszaka, egy szex, de hozzáteszem Emma, én össze is jönnék veled, hogy olyan lenne. Nekem nem jöttél be feladatba, de én mind a kettőt, tehát benne vagyunk. Sanyi, te eljössz jönni a Molnár Emmával? Mém, te kussolsz. Én is! Ja, fasz, te aszexuális vagy. Molnár Emma azért nem házasság, mert a fiatal korában, de mi nem érett meg egy házasságra. Viszont egy szexuális kalandra már befort. Befort a feje lágya. És kinyílt a... Menjünk. Jön a cringe-em. Ez egy nagyon cringe faktor lesz. Három olyan cringe embert választottam össze, akivel legszívesebben semmit nem csinálna, mert mind a hármat praktyolnál. Mehet? Uno, Oravec Nóra. A második, elfelejtettem azt a nevét. Aztattuk, nem trollkodunk. De ez egy nagyon troll csoport. Szóval Oravec Nóra, a második, elfelejtettem a nevét, a legújabb Star Wars-ból, az a kínai csaj, és Tóth Gabi. Az eszkimós, vagy tudod, az új Star Wars-ból geci idegesítő. A Tóth Gabit azt feldöntöttem. Na, mondja. Hát ott azért lenne elő és lelkesedés. Azért tettem bele, mert múltkor mentem meg a Star 2 a Zenematik nevű TV csatornán, és pont láttam, 17 éves volt, amikor meg a Star 2-ben volt. És nagyon beszartam rajta, hogy ilyen fiatal volt. Na mindegy, a lényeg, hogy hát ő vele eltöltenék egy éjszakát. Szerintem, nem is rendben. Én Tóth Gabival egy éjszakát eltöltenek nagyon szívesen egy börtöncellába ennél. Miért választom a Star Wars-os csajt házasságra? Igen. Hát, ha el tudnánk intézni, hogy apuka is bekerüljön a Star Wars-os. Ha te a Star Wars van. Igen, de gondolod, hogy egy életet le kéne vele élni. Nóra? Hát, bármikor megismerkedhetünk. De várjál, nem, a Nóra a práty. Így van, azért mondom, hogy most práty. De alapból. De bármikor meg is. De az Oravec Nórának mondanánk, hogy a práty olyan, mint az élet, mert néha el kell fogadni. De még okozhat meglepetéseket. És ne keresd, hanem ő fog megtalálni. Ennyit üzennénk. Mindenki álljon otthon is, várja, hogy megtalálja. De hogyha te se keresed, meg ő se, akkor ki fogja megtalálni? Ugye ez itt a kérdés. Oravec Nóra. Az élet nehéz, de egy elefánt nehezebb. Nagy Márton Coelho 2017. Még 2017. Feltennék egy bónusz kérdést. Hogyha az eddig elhangzottakból választanod kéne egyet, igen, akivel szex és egyet, aki házasság, kit választanál? Paloma és Molnár Emma. És melyiket? Palomával házasság, Molnár Emmával szex. Egy. Én nagy, te?
össznépi, egy össznépi választás. A Gal Gadottal szex és a Patrikkal házasság. És akkor most mi lesz Rankinnak, hogy szia Marci, hallottam, amit mondtál rólam videóban? Várjuk! Rámira, Piszkop Fruzsi, meg ilyenek? Szóval most mi a? Most ilyenkor mi van? Sziasztok! Megcsináltunk egy játékot. Szex, házasság, brágy. Hello! Hiányozni fogsz, te meg... Írjátok le nekünk kommentben, most kurvára figyeljetek, mert nagyon sokszor el kell mondani. Írjátok le nekünk kommentben, hogy... Amúgy ezt hallatszódni. Mi volt alapból a kedvenc jelenetetek? Írjátok le nekünk kommentben, hogy melyik volt a kedvenc jeleneteknek. Mi a fasz? Beragadt? Valamiért ez nekünk kelleni fog egy projekthez, úgyhogy kommenteljétek a kedvenc jelenetetek. Mi a geci? Kommenteljétek a kedvenc jeleneteteket. Kedvenc jeleneteiteket. És ez nekünk tök jó lesz. Kelleni fog valamire. És akkor summa summarum. Mit mondja? A slusszpoén. Elmarad!